Üdvözlünk mindenkit nagy-nagy szeretettel, és kiváló tisztelettel köszöntöm egyik legtehetségesebb, és nem is olyan rég kezdő tanítványomat, Mikes Lajos. Már néhányszor szerepelt a fotókon, amiket megosztottunk a Facebookon, de ő menet közben 2 év alatt egy itteni alapozás után Zalaegerszegen elvégzett egy ilyen fafaragás oktató képzést, amire, ha minden jól megy, sor kerül a vizsgára pár 2-3 héten belül, ami biztos, hogy sikerülni fog. Majd, ha itt megnézitek, hogy mekkora készletet, mekkora Eldorádót hozott, hihetetlen, és hogy milyen széles skálán, tehát a pásztorfaragás, szarú, csontkarcolás, spanyolozás, ami egyszer létezik, amikről én oly keveset tudok, mert én a székely népi faragásban vagyok, különösen otthon is, pláne a kopjafa, de itt képet lehet alkotni, hogy a faragás milyen csodálatos lehetőségeket kínál bárkinek, aki érdeklődik, és ezelőtt egy héttel találkoztunk, néha találkoztunk, azért járt ide, hol anyagért, hol szerszámért, hol ezért, összedugtuk a fejünket, és arra az ötletre jutottunk, hogy ezt a csodát az érdeklődőkkel, minél nagyobb számú érdeklődővel megosszuk, mert akik ezt ilyen szinten ismerik, nem is sokat ismerek, hogy minden technikát ennyire elsajátított volna, de főleg a késztetés, hogy ezt megosszam, hogy másokat is tanítsak, az a nagy csoda, és ezelőtt emelem én le a kalapomat, mert ez egy picit az én céljaimmal is párhuzamosan fut. Légy szíves, egy pár szóval mutasd be magadat, hogy mit érdemes róla tudni, amit. Hát először is üdvözlök mindenkit. Mikes Lajos kézművesdíjas fafaragó népi iparművész vagyok. Hát 2015-ben fogtam először faragó kést itt Aladárnál. Ön mutatta meg az első lépéseket. Engem azonban mindig is érdekelt a pásztorok élete, a pásztorok világa, maga a művészet, amivel foglalkoznak. Úgyhogy én autodidakta módon továbbfejlesztettem a tudásomat, illetve szerencsémre ráakadtam a Zala-megyei Népművészeti Egyesület képzésére, ahol szakma legismertebb képviselői tartottak előadásokat és tanfolyamokat, megmutatták a szakma csinyát, bínyát. A nagy nevek közül említeni Kovács Zoltán, például tőle tanulhattam meg a csont, a szarú kartulását, szarvasagancs lőportartó készítését. Akkor Beletki Csaba megmutatta nekünk a csatolt kéregedény, a kartulásos kéregedények, tehát Beletki Csabától megtanulhattuk a szarú ékszerek, a szarú láncok, a csontedények készítését. Nagy Bélától ellesette a réz, a csontberakás technikáját, a kanál, az ostornyél készítését. Stiller Gábor a spanyolzást tanította meg, Jankovics Tamás szintén a üregelt kéregedények és csatolt kéregedények mestere, tehát őtől megint nagyon sokat tanulhattam. És még az onberakás. És igen, most lemaradt az onberakást, pedig szintén Beletki Csabától tanultuk meg, illetve Gosztonyi Zoltán is megmutatta a tudását a szarú és a csont kartolásban. Én úgy tapasztaltam, hogy Budapesten nincs ilyen átfogó képzés, ami ezt továbbad, ne legalábbis én nem találtam. Nem csak Budapesten, hát Magyarországon sincs olyan, ahol ez mindegy helyen meglenne. Igen, úgyhogy ez kés csoda, hogy tényleg Zalaegerszegen a Gébárti Képzős Házban szerveztek egy ilyen képzést, és hál' Istennek egy jó páran el tudtuk végezni.
és úgy gondoltuk, hogy ezt tovább kellene adni és megosztani az emberekkel, akiket ez érdekel, és szakkör formájában. Ezért hát átadom a szót. És akkor arra jutottunk Lajossal, hogy nekem úgyis már rég szerepelt a terveim között, hogy ezt kinőttük ezt a termet, hátul létrehozok egy jól megvilágított, fűtött, hűtött, ennek mondjuk duplája méretű faragó házat, ahol akár 20-an is elférünk, nem akarunk egyszerre 20-an lenni, 10-en eleget leszünk, de nem árt, ha van hely. Én szombaton délelőtt tartanék foglalkozásokat, és majd megbeszélés szerint Lajos igény szerint vasárnap délelőtt is, meg délután is, ha annyi jelentkező van. A Lajos által vezetett foglalkozásokat úgy terveztük, hogy tematikusan, tehát nem olyan, mint az itteni faragás, hogy bármikor bárki bekapcsolódhat, mert egymásra épülő, alapozást igénylő tudásanyag ez. Tehát aki azt mondja, hogy a csontkarcolásra, vagy az onberakásra jelentkezik, külön lesznek ezek a szép magyarsággal workshopok, és akkor ez egy ilyen 4-5 hónapos, fejezetenként 4-5 hónapos. Nem kell annyi. Tehát annál rövidebb. De úgy számolunk, hogy heti egyszer tud jönni valaki. Heti egyszer, igen, ez nyilván akadtól is fő, hogy úgy mondjam, kinek mennyi ideje van és mennyire akar ebbe elmélyülni. Itt az alapokat tudja majd megtanulni, aztán a továbbiakban ugye mindenki a maga szorgalmára van utalva. És mindenképpen tervezzük azt, hogy Lajosnak elég jó kapcsolatrendszere épült ki a Népművészeti Múzeum, Népiparművészeti Múzeum. És vannak ott olyan tárgyak, amik nincsenek napi tárlaton látogatható állapotba kitéve. Tehát ha szervezünk egy-egy ilyen tárlatlátogatást, akkor olyan dolgokat meg lehet nézni, amit a napi rutinnal betérő látogatók nem látnak, csak ezt előre kell tudni. Azon kívül tervezzük, hogy szervezünk olyan programokat, amikor meghívunk egy-egy a faragás valamelyik ágában kiemelkedő tehetséggel bíró faragót, és akkor ő mutatja be, például a lélekmadárfaragás, láncfűrészes faragás. A faragás az egy olyan hatalmas torta, hogy nincs is olyan ember, aki minden szeretét egybe átfogná, de annyi érdekesség, annyi lehetőség van benne, hogy én úgy érzem, hogy ez egy csoda lesz, és ezért hoztuk létre ezt a Fafaragók önképző és egymást támogató társaságát is a Facebookon, amin örömmel látjuk, hogy 2-3 nap alatt rekord jelentkező van. Csak itt közlöm a jelentkezőkkel, hogy nagy tévedésben van az, aki azt hiszi, hogy jelentkezett, és ezzel hátradőlhetek, minden megvan. Mert aki a kérdésekre sem válaszolt, egy rövid önéletrajzot sem csatolt, és ez január 10-ig nem történik meg, azok automatikusan kiszóródnak, mert itt nem a mennyiség a fontos, hanem a minőség. Aktív legyen, csillogjon a szeme, legyenek kérdései, tudjon kapni és tudjon adni ebben a témakörben, és ezekkel az emberekkel lehet ilyen dolgokat létrehozni, mint Lajossal is, és sajnos egyre kevesebben vagyunk, akik ezt át tudjuk adni, meg még kevesebben, akik át is szeretnék adni. Az a célunk, hogy minél több tanítót neveljünk ki, minél többet, aki ezt a csodálatos néphagyományt, népművészetet meg tudja ismertetni, át tudja adni, mert látom a gyerekeket, amikor ilyen kirakodó vásárokon oda tévednek egy ilyen faragás tevékenységhez, rögtön felcsillan a szemük, rögtön, ha egy picit el tudjuk vonzani őket a képernyők elől, a videótizmus elől, ezt a tudatosan vagy nem tudatosan, de elért életképtelenséget, egy picit életképességbe tudjuk tenni a gyerekek jövőbeli életét, tehát ez egy csoda. Hát a tanfolyamat azt úgy terveztük meghirdetni, hogy a weboldalra mindenképp kitesszük meg, ezekbe a Facebook oldalak, Facebook csoportokba és Facebook oldalon is. Tehát
amikor már tudjuk a dátumot, és elindítjuk a dolgot, az a kérésünk, hogy osszátok meg, terjesszétek, mert a 10, maximum 12-es létszám éri meg, hogy tanfolyamot tartsunk, de 12-nél többet nem is nagyon lehet kezelni, mert felület, odafigyelés, ez elég nagy feladat. 12 technikáról van szó, ami, ha valakit minden 12 érdekel ebből a pásztorfaragásból, akkor az egy erős 2 év minden hétvégén való részvételt feltételez, de ha csak a torta valamelyik szelete érdekes, akkor mi tematikusan, témák szerint fogjuk meghirdetni a workshopokat, szép ki magyar fejezése. Úgyhogy akkor légy szíves, sorold el a témaköröket, és mutasd be, hogy melyik technika mit jelent. Igen, tehát maga a technika mellett azt is fontosnak tartom, hogy olyan tárgyakat készítsünk majd, ami a mai életünkbe is szerepet tud tölteni, tehát mai nap is tudjuk használni, ne csak a vitrínbe és a falon álljanak. Lehet tervezni telefontartókat, tűtve, sok-sok ilyen dolog van. Így van, pontosan, és ez is lenne a cél, hogy ezekkel a hagyományos technikákkal készítsünk olyan tárgyakat, a nagy és régmúlt dísz és használati tárgyakon kívül, amit tényleg ma is mindenki szívesen használna. Úgyhogy, ahogy elmondta, 12 témakör, technikai eljárás lesz itt alapszinten elsajátítható, amit mindenki majd továbbfejleszt, illetve az ügyességéhez képest majd kialakítja. Elsőként az ékrovással kezdenénk majd, ez lenne az első. A csipkefaragás. Igen, a csipkefaragás, a hármas faragás, ez például egy szép példája ennek, ez a kartaszegi súlykoló. De fogunk ékrovással majd ékszereket is készíteni, különböző dobozokat. Ez egy nagyon sokrétűen alkalmazható technikai eljárás. Fogunk készíteni lapos faragással tárgyakat, dobozokat. Ennek a lapos faragásnak például a legegyszerűbb példája a székely kapuknak a faragása, ami szintén lapos faragással készül. Hát lapos faragás, de az alapszedéses kimondott. Igen, de igen, így van. De a sík faragás, alapszedéses. Igen, erre gondolok. Ugye, meg fogjuk tanulni a domború faragást. Ez tulajdonképpen lapos faragás. Ez egy fél dombor. Igen, de itt az asztal látható különböző igen, domború faragásra készített tárgyak. Ezt is nagyon sokrétűen, sok tárgyon lehet alkalmazni. Áttört faragást is megtanuljuk, amit leginkább a felvidéken használtak. Ebből is van itt pár darab tárgy. Csontberakás, aminek az egyik kedvencem. Abból kisebb ékszereket lehet majd itt látni. Azt régen ostrokon használták például. Ma is lehet, de ma az ékszereken nagyon mutatós tud lenni. A következő a részveret készítése lesz majd, amit szintén hatobágyi ostrokon, fali képeken lehet látni. Itt most abból nem tudok megmutatni. Ékszereket készítettem abból is. Az onöntéssel fogunk készíteni a karcolásra gondolva a karcolódó kést, majd ön majd elkészíti magát a szerszámot, és ezt késnyében be fogjuk önteni. De majd készítünk későbbiekben onöntéses ostort is. A karcolózás technikáját csonton és szarun fogjuk használni, ez fán is lehet, kemény fán is, de mi főleg csont és szarun munkákon fogjuk elkövetni, illetve hát talán ennek a legmagasabb szintje szerintem a szarvassavas lőpótartó, amit majd ha valakinek nagyon jól megy a karcolázás, akkor ilyet is készítettünk, de az egy külön tanfolyam lesz.
spanyolozott technikával szintén készítettünk tükrösöket, ékszereket, tűtartót, kisebb használati tárgyakat. A vájt üregelt technikával a kéregedényeket fogjuk előállítani többek között, illetve dobozokat is készítünk majd ezzel a technikával. Lesznek olyan részek, amikor fedik egymást, mint például itt látható ez az alföldi borotva tartó mintájára készült füstölő tartó, ami vágy technikával lett előállítva és egy égfaragással lett díszítve. Kéregedényekből készítünk majd nem csak üregelt technikai eljárással edényeket, hanem készíteni fogunk úgynevezett kapcsolásos kéregedényt is. És a legvégén, akit érdekel, megtanulhatja a pásztorfúrúja készítését. Ezeknek a technikáknak az első átítása kb. 2-3 éve, ahogy Aladár is mondta, de ugye felhívta a figyelmet, hogy tényleg akit csak egy-egy bizonyos szegmense érdekel a dolognak, majd csak arra a tanfolyamra fog jelentkezni. Előre meg lesznek ezek hirdetve. Igen. Túrabot, sétapálca, az is egy... Igen, sétapálca. Ezt hagyjuk ki. Igen, hát van itt sok minden, ugye mézes kalács, kiütő, fa. Hát ugye tárgyakat sorolhatnám, szalvétatartó, sótartó, gyufatartó. Majd bemutatjuk itt a tárgy Eldorádot, és ha valamit nem ismertek fel, valamelyikkel kapcsolatban kérdésetek van, akkor nyugodtan tegyétek fel, lehet, hogy megválaszoljuk. Hogy ez kinek ajánlott? A legkisebb lakás, legkisebb konyhájában, a konyhaasztalnál is egy faragó késsel nagy részüket, hát Lajos is 47 négyzetméteres lakás, két négyzetméteres kis felületén követi el ezeket a csodákat, és nagyon fejlett a nők finom motorikus készsége, nagyon imádják ezeket a finom csipkedíszítéseket. Én végeztem egy kutatást, egy statisztikát, meglepő módon a villamos mérnökök a legnagyobb számba érdeklődnek a faragás iránt, utána az egyenruhások, utána az informatikusok, és utána a diákok, úgyhogy a trollibusz vezetők még nem képviseltették magukat ilyen nagy számban. Itt a minőség, nem a mennyiség számít. A diákoknak, a gyerekeknek meg ez egy csoda. A felnőtteknek is, akik monoton munkát végeznek, és egy alkotással, egy kikapcsolódás, feltöltődést szeretnének begyűjteni, de akiben belülről egy pici késztetés is van, hogy ezt kipróbálja önmagát ezekbe, azoknak nagy része úgy éli meg ezt, mint egy csoda. Tehát ezt próbáljuk, ezt a feltételt megteremteni mindenkinek, hogy kipróbálhassa önmagát, és átélhesse az alkotás csodáját, ami harmóniát, lelki békét, meg minden pozitívumot terem, ami most legjobban hiányzik az emberek életéből. Tehát remélem, hogy sokatok tetszését elnyeri ez a mi közös kezdeményezésünk. Ez egyébként nekem egy régi álmom. Az a kérésünk, hogy ötleteitekkel, javaslataitokkal, észrevételeitekkel, kérdéseitekkel, minél nagyobb számban támogassatok minket. Ha valakinek még ezeken kívül más igénye, óhaja van, hogy a faragás másik részével szeretne ismerkedni, nincs kizárva, hogy azzal is megpróbálkozunk. Minél több ismerőssel osszátok meg, beszéljetek erről, és éljetek azzal a lehetőséggel, hogy élhessünk azzal a lehetőséggel, hogy megtanítunk egy csomó érdeklődőt ezekre a csodákra. Jó faragászatot, és minél többen kóstoljátok ezt meg, mert csoda.